Mobil szocializációs kutyatréninget rendezett a Kanizsai Kutyás Szabadidő és Sportegyesület a hétvégén. A szervezők a képzéssel azt szeretnék elérni, hogy a kutyák a városi közlekedésben is fegyelmezetten tudjanak részt venni, és minden esetben szót fogadjanak a gazdájuknak. A Deák téren a Turul szobor mellett gyülekeztek az ebek és a gazdik. A rendezvényre oltott, szocializált kutyával bárki ingyenesen jelentkezhet. Kutyával a közösségi életet, tehát nyilván nekünk kell mindenhez alkalmazkodni, élhetővé tegyük. Tehát meg kell szoknia a zajokat, a városi forgalomban a közlekedést, a hirtelen eseményeket, szembejövő kerékpárosokat, stb. Tehát mindenféle ingernek kitesszük a kutyát, és ebben a környezetben csináljuk az engedelmességi feladatok egy részét. Tehát az a cél, hogy a kutya minden körülmények között, mindenféle környezetben szót fogadjon. Közös tanulás nem csak a gazdával erősíti a viszonyt, de a többi állattal is megtanul együttműködni a négylábú. Eddig minden alkalommal részt vettünk itt ezen a szocializációs városi sétán, de az is hozzátartozik, hogy mi most már másfél éve járunk a kutyaiskolába, heti rendszerességgel agilityt tanulunk, illetve az alapengedelmességi vizsgát is megcsináltuk, és hát abszolút elmondhatom, hogy nagyon erősítette a kapcsolatunkat, és ez az egyik legjobb közös program, ami szerintem így kutya meg gazda között lehet. A nagy érdeklődésre való tekintettel a városi sétát várhatóan minden második hónapban megszervezi majd az Egyesület.